Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon. Te, ahogy hallod a hangomban, lehet, hogy hallod, lehet, hogy nem, beteg vagyok. A múltkori videóban mondtam nektek, ugye vasárnap filmeztem azt a videót, amit ti kedden láttatok, és mondtam, hogy remélem, hogy jobban leszek. Nem lettem jobban. Jelenleg tartok az iskola felé. Látod, nézd. Megyek, felveszem lüközt az iskolából, és náthás folyak, bár mai nap már nem olyan nagyon rossz az orrom, már nem annyira folyik, de az elmúlt pár napban, te, ha jobban megnézem az orromat, nincs rajta bőr, olyan mondom, annyira lejött, lázas is vagyok, képzeld el, bár most vettem be paradót, úgyhogy most lement, az előbb mértem, nem volt lázam. Várják, közben jönnek az autók, látom, megvárjuk, még elmennek, aztán én is vagyok. Na gyere, na, látjuk. Annyira nem vagyok jó képzeld el, vagy nem voltam jó, hogy ma hazajöttem a munkával egy kicsit előbb, egy órával előbb vettem be panadolt is, mert már nagyon nem voltam jó. Tehát hazaértem, képzeld el, lefeküdtem, el is aludtam körülbelül egy órát. Az életben nem szoktam munka után aludni, még hogyha beteg vagyok, még akkor se. Úgyhogy el tudok képzelni, hogy milyen rosszul voltam tegnap. Ma egy kicsit úgy jobban voltam. De ilyen nap végére már nem bírtam, olyan mondom. Megint belázasodtam, azt mindjárt vettem be panadolt, mindenféle fajta ilyen gyógyszert, hogyha most egy kicsit így jobban érzem magamat. Azért gyorsan eljöttem a Lukasz is az iskolába, és megyünk hazafelé. Amúgy ide értem, itt el kellene fordulnom jobbra, csak tali zöld van, és mindig annyi autó, hogy itt az iskolánál jön, megy. Ide bemegyek, át ott az utcán és a házak mögé beállok. Látod? Ugye ezek ilyen régebbi stílusú házak, nem tudom, látod-e vagy nem. Szerintem ilyen 30-40 évesek ezek a házak biztos vannak. Hogy itt valamit csinálnak, látod, valamit túrnak. Nem is tudom, mit csinálnak, valami feljárót oda talán. Na, amint emelkezik az autó, be tudok gyorsan fordulni. Amúgy még van egy ilyen 10 percem, na, közben zöld lett. Úgyhogy itt megállok, kb. Ilyen 2 perc gyalogláson ért. Mutatom neked, hol állok meg, mert általában szoktam mondani, hogy itt vagyok, megálltam, ugye szokásos, de nem szoktam mutatni, hogy hol? Látod, hogy mennyi autó van? Most még nincs is olyan sok, de nem sokára, 3 óra előtt pár perccel tel lesz, alig lehet itt megállni. Várj, meg is fordulok. És meg is álltam. Látod? Úgyhogy most lassan bejek. Hogy néztem a szememet, képzeld el, nem tudom, látod-e vagy nem látod, de valamivel megtisztítottam, és ilyen fehér valami ráragadta a fölsőmről, a pólómról. Lehet, hogy annyira nem tud fókuszálni a kamera. Na mindegy, olyan nézzenek a szemeim. Bár most nem is olyan nagyon rosszak. Tehát épp, hogy csak lezvanyoztam magamat. Ugye ez a mai videó, nem tudom, lehet, hogy nem lesz olyan érdekes, ugye mindig próbálok olyan videókat csinálni, ilyen pozitív videókat, ugye, hogy mindenkinek jó kedve legyenek a videó, mint ugye szoktátok mondani, megnézem a videót, és mindig jó kedvem van tőle. Ez a mai videó, nem tudom, én próbálom ma is érdekesre és pozitívra készíteni ezt a mai videót, de lehet, hogy a mai nem fog annyira menni, ugyanis. Ahogy mondtam, nem vagyok a legjobban, de na minden. Aztán hazamegyük, amit látod, én a szám, bekentem ilyen szőlőzsírra, fantása. Ha most megnyalom a számot, akkor olyan, mint a fantát ennék, vagy nyalogatták. Minden, én akartam mondani, hogy hazamegyünk, és a Lukasznak van egy meglepetés, ugyanis múltkor mondtam, elfelejtettem behúzni a kéziféket. Ilyenkor, amikor sok panadolt teszek, sok mindent elfelejtek. Minden, múltkor mondtam, hogy az öcsémnek vettünk egy játékot, ugye PlayStation-es játék, ezt a Mafia 3-at, és az öcsém vett a Lukasznak ma egy játékot, nem ma, tegnap vette, de ma adta nekem oda, hogy adjam oda a Lukasznak, és ma megmutatom, hogy melyik ez a játék. A Lukasz nem tudja, úgyhogy meglepetés lesz neki is. Na minden, megyek. Mert mindjárt kicsengetnek. Na. Na, mi a helyzet? Semmi. Felvettem a Lukaszt, ahogy látjátok, és mi van a fejeden ez a bent? A Pandana. Ezt lehet venni évente egyszer, ja. Mondja, ugye? Ja. Mikor az iskola árulja, a és a... Mostan. Mennyi? 4 dollár, és a bevételt, a mire költik, a rák kutatásra. Ugye? Ja. Úgyhogy most hazamegyünk, elvédelünk, aztán van egy meglepetés, nem nekem. Az Atti, az öcsém. Az Anko. Mi vettek el egy játékot? Vette egy játék! A Batman-es? Milyen Batman-es? Ma meglátod, milyen játék. De még nem mondom meg, milyen játék. De... A GTA! Még melyik Batman-esre gondolsz? Én nem tudom. Melyik tud lenni a GTA? Ki tudja? A GTA 3. Persze, babe. A GTA 3 van, nincs ja. Egy PS2-nek. Vagy a 6, nem? Ja. Ja. De az nincs. Majd ha kijön. De kijön 2019-ben. Nem butaskodok. Jó. Ja. Amúgy itt állunk, piros lámpánál. Itt egy használt autókereskedő. Látod, hogy vannak használt autók, és úgy, hogy valaki kérdezte, hogy miért nem használt autót veszünk.
Vesznek az emberek, itt is használt autót, de az, hogy nem vesznek. Mi nekünk is volt régebben használt autónk, de most egy jó ideje újat veszek. Több oka is van ennek. Egy az oka az, hogy van rá garancia, 5 év garancia. A szervizelés ilyen kell, szerviz van, ami azt jelenti, hogy a szervizért mindig ugyanannyit fizetsz. Tehát mindegy, hogy mi a baj az autónak, mindig ugyanannyit fizetsz az autóért, a szervizért. Hogyha lerobbansz valahol, adnak hozzá, ingyen elmennek, felveszik az autódat, hogyha 100 km-re távolabb vagy a házattól, akkor kapsz szállást, éjszakára kapsz egy autót. Ilyen apróságokat adnak, meg ugye a vadonatúj autó. Tehát, ahogy itt is veszik, olyan 10-20 éves autókat nem nagyon vesznek. Itt van egy-kettő, de nem nagyon jellemző. Ha használt autót is vesznek az emberek, akkor talán ilyen pár éveset. Ahogy így itt látjátok? Ilyen pár éves, mikor ez, talán ez a Ford, nem, ez a Holden, látod? Ez talán, nem is tudom, na várj, ez van. Amúgy jó idő van, ahogy látjátok, bár holnapra mondja, képzeled az esőzést, meg a hétvégére is. 27 fok van, lehet, hogy nem látod rendesen, ott van, látod, 27 fok van. Csak rajtam van hosszú, ugyanis mikor eljöttem, akkor egy kicsit úgy fáztam, de most meg kezdek melegedni. Úgyhogy hazajön egyben le is veszem a fősévet, mert még a végén ki fogok izzadni. Bár azt mondják, hogy ha lázas vagyok, akkor ki kell ugye izzadni, meg kell takarozni. Ugye mindenki benne volt ebbe, nem is influenzába, kivéve a Lukasz még nem, de valószínűleg ő is benne. És mi volt tegnap? Mi? Mi volt tegnap? A poem. A mi? Volt olvasni a poem. Nem arról beszél. Úsztál tegnap? Ja, azt is. Ja, minden héten úszás van, és az úszómedence nem bent van, hanem kint van. És milyen volt a víz? Nagyon. Hideg. Hideg. Azt mondta a Lukasz, hogy majdnem megfagyott, mikor kijött a vízből. Én kijöttem a vízből, mentem a changing roomba, és én csak álltam így, de a lábam csak úgy ment. Nem is, hogy? Nem is múgoltam, csak így. Ja, csak úgy. De én nem is mentem soha a lábam, csak úgy ment, mert olyan hideg volt. Ja, hideg volt, talán nem volt ilyen meleg, amit tegnap hideg volt tényleg. Amúgy a Lukasz tud úszni, de nem a legjobban tudnék úszni, kell neki gyakorolni. Amúgy én sem tudtam úszni annak idején, miért mi is járt? Nem tudom, hogy mindig jártok úszni, vagy nem, vagy van ilyen az iskolában, hogy mentek úszni. Nálunk még nem mindenhol, tehát a másik iskolában nem volt ilyen, hogy mentetek úszni. Nem. Ebben az iskolában van úszómedence, úgyhogy csak azért mennek, nem mennek. Kimennek az udvarra, és ott az úszómedence, úgyhogy azért úsznak, ami abból jobb ugye. És majd megtanulsz, vagy biztos mondja. A tud úszni, de nem mondja. Amúgy én is megtanultam úszni, képzeld el, engem nem a tanár tanított meg, ugyanis egész évben mentem úszni, majd mindig az iskolában Magyarországon, és a tanár nem tudott megtanítani úszni. Te én annyira fiatal visszaeg, minden bajom volt, csak kapáloztam meg minden, és tudod, hogy tanított meg úszni? Mi? Neked már mondtam. A Béla tanított meg úszni, akit Ferinek hívtak. Csak nem akarom mondani, hogy várja a rendes nevét. Közben zöld van. Közben zöld volt, úgyhogy el kellett jönni. Nem akarom mondani a rendes nevét, ugye? És úgy tanított meg úszni, képzeld el, hogy egyik nap elmentünk az úszodába, és na várjál, megint zöld, úgyhogy át kell gyorsan menni rajta. És átjöttünk a zöldön, és képzeld el, mi történt, belekakkantott a vízbe a Feri, akit Bélának hívtak, és mindenkinek bele kellett menni a mély vízbe. A mély vízbe olyan hideg volt, hogy én majdnem belefagytam, kapaszkodtam a szélén, majdnem megfagytam, meg féltem mind a fele, hogy nehogy belefulladjak, várj, itt át is menjünk. És az óra végére megtanultam úszni, képzeld el. Addig kapáloztam, hogy nem, ugye ne fázzak meg minden, hogy fönnmaradtam a vízen és tudtam úszni. Nem azt mondtam, hogy nagyon jól tudtam úszni akkor, de megtanultam. Aztán utána rendesen tudtam úszni, tehát utána rendszeresen jártam már úszni pár évre rá, ugye minden egyes nap mentem úszni, 1000 métert kellett úszni, képzeld el. És minden egyes nap, mármint kivéve szombaton meg vasárnap, de hétfőtől péntekig mentem úszni, éveken keresztül, ugye a hátam miatt is kellett. Úgyhogy azóta rettentő jól tudok úszni. Úgyhogy a Bélának, akit Fejnek hívnak, így meg szeretném köszönni, ugyanis különben nem tanultam volna megúszni, lehet, hogy az életben. Te akarod mondani, köszönöm, mert bekakjott a vízbe. Ja, vele kakkantod. Na gyere, menjünk, mert közben hazértünk. Na jó, jössz, vagy te maradsz meg. Én jövök. Akkor gyere, van. Maradok bent itt 100 éve. Jó van, akkor szia. Szia. Na, nem menjünk a garázsba, ugyanis ilyenkor mindig, mert ha lesz szoktunk menni hazafelé, megnézni a Mazdát, mi van vele. Ugye? Megnézzük, hát ha véletlen valaki neki ment, vagy olyan baja van neki. Nincsen semmi baja, le van takarva, látod? Ilyenkor mindig megrángatjuk egyet, hát ha szél elfújt, hogy valaki levette róla, de minden jó. Mi van, jössz vagy maradsz? Várjál, hátjáról lejön. Rendben van. Jól
lesz, vagy az lesz? Ez lesz. Ez lesz. Az lesz. Na mit akarsz lesz a meglepetés, vagy enni akarsz lesz? Ez lesz. Meglepetés. De nem játszunk vele. Na menjél, menjél, menjél. Várjál. Mi? Csak mondom, De nem mondd meg holnap, mint hát az elet olyan mindegy. Azt megmondhatod volna, hogy melyik elő. Mondom meg, de nem tudják, milyen ajtó lesz. Vagy azt tudnának fel, senki nem tud felmenni. Főleg most, hogy bezárják még az ajtót, itt is azt a kaputa is jött. Menjünk a szegyünk. Hozzajöttünk, megebédeltünk. Itt van a Davis is, aki szokás szerint nem más csinál, mint porszívózik. Most lába ő szok porszívózni minden nap. Aztán, hol vagyunk ez? Tessék, ezt az Ankótól kaptad, az öcsémtől. És ez a játék nem más, mint a... Bank? Mire várunk? Azt a játékot, a Batman-t. Ez nem olyan Batman, amúgy, ez jó, olyan Batman... Ez a Telltale, a epizódot van. Ja, hasonló, mint a... Add ide kicsikét. Látod? Ez ilyen Batman, ilyen epizódok vannak, és minden hónap egy új epizód jön ki, ugye? Ja. Hogy ez milyen játék? Nem tudom. Játszottál ezzel a demo játékkal? Ja, a epizód 1 játszottam. És a 2 kijött már, vagy még nem jött? Ja, már kijött, a 3 most is. A 3 is kijött? Na! Úgyhogy a Lukács most kinyitja a játékot, én meg nem tudom is, hogy elmegyek aztán. Lehet, hogy lepihenek egy ilyen 10 percre, hogyha tudok egyet pihenni itt a Davis-től. Ugye a Davis most pakol valamit. Na mi van, Nyuszi? Mit csinálsz? Mi? Milyen szép szajtod van, te? Na gyere, itt vagyunk, látod meg vagyunk. Múltkor valaki azt kérdezte, hogy miért nem vágik le a Davis haját. Aki le tudja vágni a Davisnek a haját, annak gratulálok. Nem tudom, a Davis haját nem lehet levágni. És a Davis nem ül le még egy helyre, úgyhogy látod, hogy itt levágni neki, mert állandóan izeg, mozog, és abban nem hajvágás lenne, hanem lehet, hogy fülvágás lenne. Vagy mind egyszerűen, ha a Lucasnek véletlen a fülét. Nem levágtam, de megvágtam. És meg miatt akármit is csinálunk. Ugye múltkor kérdeztem tőletek, hogy milyen ez a Suzuki, milyen ez az autó. És mindenkinek meg szeretném köszönni, aki írta a kommentbe, ugye, hogy milyen a Suzuki, milyen a Holden, hogy mi, ti mit gondoltuk az autókra. Mindenkinek meg szeretném köszönni, de úgy döntöttünk, hogy egyelőre még nem veszünk autót, ugyanis utána gondolkodtunk rajta, hogy ha itt meg kéne ugye kint állni, és ületlenül a jégeső, vagy akármilyen eső, meg tiszta poros, mert mindig jönnek mennek a kamionok. Úgyhogy várunk, még elköltözünk innét, ami körülbelül az előbb most képzeldel most számogattam. 4 hónap, ha jól számoltam, 4 hónap, 3 hét múlva körülbelül el tudunk kezdeni nézni újra házakat, hogy hova tudunk ugye költözni. Úgyhogy amit elköltöztünk, ugye április végéig kell kiköltözni majd innét. Utána valószínűleg majd nézzünk valami autót, és ja! És nem szeretném, hogy megveszünk az új autót, ide kiállítjuk. Másnap reggel lemegyek, és tiszta a sáros, meg poros, meg minden baja van neki. Úgyhogy amúgy, hogy miért nem tudom, lehet, hogy Holdent, lehet, hogy Suzuki-t, lehet, hogy Fordot, lehet, hogy Hondát. Valamiért biztos, még nem tudjuk, hogy miért. Na minden, én most iszek egyet. A Lucas az nem tudom, mit csinál, lehet, hogy játszik egyet. A Davis-szal, hogy valamit ott játszanak, látod. És lehet, hogy ledölök egy ilyen 10 perc, aztán majd folytatjuk tovább. Hello! Ja, alszunk. Majd próbálkozok. Csak a Davis fölött nagyon nem lehet. Jaj, te nyúlsz, én ne húzd a kamerát! Te! Amúgy itt fekszek egyet az ágyba, próbálok egy kicsit jobban lenni. Kell a szerencsém volt, és képzeled tegnap. A Davis nem aludt nagyon délelőtt, és ugyanúgy délután aludt. Ő ott aludt a kis ágyba, én meg itt aludtam az én ágyam, úgyhogy ketten horkoltunk egymás mellett. Ja. Nyúlsz, én ne anya a kamerá! Aj, te! Na most, ja, te nagy túl közel gyere hozzám, ne gyere hozzám túl közel, jó? Most nem megyünk egymáshoz túl közel, és nem akarom, hogy véletlenül vissza elkapja. Az nem lenne jó, mi? Ja. Úgy hazajöttem, mert az volt az első, hogy mutatott, hogy kamera, kamera! Nem hiszem, hogy tudja, hogy minden a másnap filmezünk, de nagyoknál fogva rájött, hogy ma filmezni kell. Úgyhogy felvettem a kamerát. Végül azért, nem hogyha azért, de azért is kezdtem el filmezni, ugyanis úgy gondolkodtam máma reggel délután, hogy ma nem fogok filmezni te. Na minden. Aztán hazajöttem, ugye vettem be egy gyógyszert, hogy a David húzogatta a kamerát, húzogatta, hogy kamera, kamera, úgyhogy nem mondom, jó. Akkor kezdjünk filmezni. Úgyhogy azért van ma videó, de... De
nem hiszem, hogy ez olyan túl érdekes ez a mai videó. Te az orron látod, hogy nincs rajta bőr, vagy nem tudom, tiszta fűrös, hogy valamiben be kell kennem. Azt akartam válaszolni kérdésekre, ugyanis a kommentes, kaptam egy pár kommentet, épp nézegettem, még mielőtt bejöttem ugye a szobába. Nem válaszoltam mindenkire, azt hiszem, hogy egyre vagy kettőre válaszoltam, de tényleg nagyon sokan írtátok, hogy milyen jó autó az a Suzuki. Ugye mondták, hogy a törést tesz, várjál felhúzni az ablakot. Várjál, nem az ablakot, hanem ezt. Ugyanis össze-vissza húzogatja a Davis, várjál. Na, rossz felé húztuk, felfelé kell húzni, nem lefelé. Oda felfelé, amúgy látod, szép az idő, jó az idő. Ja, ne húzogasson, nyuszi. Hoppá! Na, mondták, hogy a Suzuki-nak a töréstesztje nem a legjobb, valaki azt mondta, hogy az hülyeség, mert jó a Suzuki-nak a töréstesztje. Úgyhogy, bár mondták, hogy sokan ugye, hogy vettetek ilyen autót, meg gondolkoztok rajta, hogy vesztek. És nálunk van ez az 1.6-os turbós, meg van a nem turbós, tehát nálunk nincsen ilyen 1.4-es turbós, legalábbis én nem láttam. Mondták, hogy van ilyen Magyarországon. Úgyhogy majd lehet, hogy ebben is jobban elgondolkodok, hogy kipróbálom mind a kettőt, hogy jó a turbóst, vagy kell nekünk egyáltalán, vagy nem. Aztán valaki mondta, hogy az 5 ajtós, mert 5 ajtó van rajta, ezzel ne veszünk össze, akkor legyen 5 ajtós, az a Suzuki. Bár 4 ajtón szállunk be, mert a hátsó ajtón sose szállunk be, a csomagtartóba csak, na minden. Bár Tomat sokszor úgy mondják, hogy 5 ajtós vagy 4 ajtós. Na, BMW-t! Mondtátok, hogy vegyünk BMW-t! BMW-t nem veszünk, BMW rettentő drága, BMW, Mercedes, Audi, ezek az európai autók, még a Peugeot is olyan áron vannak, meg a Renault is, hogy drága, nem az, hogy nagyon drága, a BMW az nagyon drága, meg a Mercedes, meg az Audi. A Renault, a Peugeot az nem olyan elérhetetlen, de jóval drágább. Tehát ez a Suzuki, ahogy láttátok, olyan 30 ezer dollár volt, vagy 31 ezer dollár ez a Vitara, a turbós, a sima az 24 ezer dollár. Mit csinálsz? Látod, mit csinál? A BMW, a sima, azt nem, hogy ez a kettes BMW, nem is tudom, ilyen 40 ezer dollártól indult, tehát hogyha tényleg akarsz egy ilyen nagyobb BMW-t, vagy valamit, az olyan áron van tényleg, hogy még az alap is, hogy ilyen 60-70-80 ezer dollár, ugye a Mercedes is, meg az Audi is, úgyhogy azokat nem is nézegetem. Biztos, hogy szép autó, az életben nem volt, de volt BMW-m, egy ilyen 20 éves BMW, vagy 25 az a nyitott 320-as. Én szerettem, de ilyen újba értelmetlen megnézni, mert annyit nem is akarok költeni autóra, tehát. Mondták, hogy próbálja meg a McLaren-t, menjek el és hozzam haza, a McLaren-t nem fogják odaadni nekem. McLaren-t talán úgy adnák oda, hogyha nem is tudom, oda megyek valami bankszámlaszámban, és mutatom, hogy nekem milliók vannak rajta, mert azért nem hülyék az emberek, ugye így se, hogy csak úgy odaadják neked a McLaren-t. Ilyen alapautót, alapabbat, ilyen, mint a múltkor a Holden-t hazahoztam, azt ugye, hogy odaadják, de ilyen félmillió dolláros autót, ne tovább a lámpát, azt nem fogják odaadni, tehát. Aztán! Hogyha már gyorsan válaszol a kommentekre egy videón keresztül, így most könnyebb. Kérdeztétek, mostában megint kérdeztek kérdéseket a feleségemről. A feleségemnek, miért nem találkozunk a szüleivel, miért még mindig csak az én szüleimhez. A feleségnek a szülei, már mondtam, hogy ezt ugye nem élnek, tehát azért nem megyünk oda. Sydney milyen messze van mi tőlünk, Sydney körülbelül olyan 800-900 km, attól függ melyik része, mondjuk az, hogy 1000 km van mi tőlünk. Aztán... Opa! Ott a Davis, ottan kiabál a Lucasnek, ugyanis a Lucas ott van bent a szobában. Aztán kérdeztetek, hogy a feleségem ugye dolgozik, nem dolgozik, min van, mire van bejelentve, nem is tudom, hogy ilyen hülye kérdést kaptam, hogy mire van bejelentve. Fogalmam nincs, hogy miről beszélsz tehát, de szerintem olyan mire, hogy hova van, vagy mi van bejelentve. Én nem tudom, Magyarországon biztos, hogy valamit be kell jelenteni, én nem tudom, mit kell jelentgetni, vagy mit nem kell bejelenteni, de fogalmam nincs, hogy miről beszélsz, de a videókhoz szerintem ez a kérdésre szerintem sok közel nincsen, tehát a videó akkor is olyan, amilyen, tehát nem tudom, na milyen. Úgyhogy erre a kérdésre nem tudtam válaszolni. Na, úgyhogy én azt mondom, hogy nem alszok. Ne, pakolja! Oh, pakol ki Annét, oda nézzél. Úgy, odét, kipa a ruhát. Na, most visszarakik a tiszta ruhákat. Látnád, hogy nem ismerem megmutatni neked. Itt minden a ruha van, Davis ide bejön, és kipakol minden ruhát mindenhol. Jaaa! Úgyhogy, eszünk be még egy paradot, aztán jobban érezzük magunkat mindjárt. Hello mindenki! A Daddy mondta nekem, hogy ha ő elalszik, hogy én tudom végezni a videót. Tehát, most itt végezem. Te tudom várni, hogy kint ott, sötét. És én már játszottam a játékom. Én már majdnem végeztem az epizódban. Nagyon jó. Én nagyon szerettem, és mindig játszom Brentot. De hát, jobb látni.
itt a Derry, és fölkelt. Jaj. Hello? Mit csinálsz? Megvégezem a videót. Gyönyörű. Felkeltem. Te... A feleség játszott a Davis-ra. Ott bent, nem ott. Ott valahol bent a szobá, a játékszobába. Aztán most elmentek fürdeni, ugyanis nem aludtam teljesen, aludtam, meg nem, meg nagyon nem lehet ugye aludni, csak kicsit bógiskoltam, inkább azt mondom. Mondtam a Lukasznak, hogy fejezzem be a videót, vagy ha egy kicsit elbógiskolok és sötét lesz, vagy valami. Ugye ezt a mai videót én aztán itt most befejezem. Na, ugyanis sötét van. Remélem, hogy jobban leszek szombatra. Úgyhogy már ennyit, mindenkinek további szép napot. Jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!